az igény felmerülése után, hogy hogy tudunk apró rovarokról jó minőségű képeket készíteni. Ugye sok publikációhoz kell nekünk különböző ábrázolásokat adni, de itt általában a vezetőség mindig elrendezte azzal, hogy ezt gyönyörűen meg lehet rajzolni, és akkor így is nagyon jól lehet publikálni, megfelel a kritériumoknak. De ugye mi itt a Természettudományi Múzeumban picivel több mint 10 millió rovart őrzünk. Ezek egy része hazai, nagyobb része, de van számos külföldi országból is. Minden évben nagyjából 100-150 alkalommal kérnek tőlünk kölcsön állatokat. Nagyjából 5000-10000 példányt, tűretűzött rovart küldünk ki évente különböző szakembereknek. Na most ez azért nagyon probléma, mert ugye bizonyos esetekben, amikor identifikációs célból, tehát határozási célból kérnek tőlünk állatokat, az még indokolható is, hiszen egy olyan állatot küldünk ki, amit nem tudjuk, hogy micsoda, még nem is biztos, hogy annyira értékes, bár erre is célszerű vigyázni. Ugyanakkor vannak unikális példányok is nálunk, ezek az úgynevezett elsődleges típus példányok, amelyek úgy keletkeznek, hogy amikor a taxonómusok leírnak egy állatot, egy állatfajt, mi rovarfajt, akkor kijelölnek egy példányt, ami ennek a leírt fajnak a típus példánya lesz, a holotípusa. Hogyha előttük van a leírás pillanatában több másik példány is, ugyanebből a fajból, akkor azok paratípusok lesznek, azokból lehet több, viszont holotípusból mindig csak egy lehetséges. Ezt a módszert azért alkalmazzák így, mert hogyha kijelölnének mondjuk 5 egyforma rangú típus példányt, akkor az legrosszabb esetben ugye 5 fajhoz tartozna. Tehát ennek elkerülése véget mindig kijelölnek egy olyan típus példányt, egy holotípust, amiről későbbiekben ennek vizsgálatával el lehet dönteni, hogy ezt meg tudjuk szüntetni, ezt a kiírást? Köszönöm. Hogy melyik fajról van szó? Itt érdemes megismerkedni az identifikáció fogalmával, azaz amikor mi határozunk állatokat. Tehát identifikáció kapcsán ugye azt állítom, hogy az előttem lévő állatról azt állítom, hogy ugyanabba a fajba tartozik, mint az elsődleges típus példány. Tehát szoktak nálunk hallgatók előfordulni, ők is ismerkednek taxonómiával, és akkor mondják, hogy ez jött ki a határozókönyvből. Én nekik szoktam mondani, hogy biztosíthatom őket, hogy a határozókönyvből semmi nem jön ki. Néhány por, feszték maradvány, de ilyen jellegű dolog nem. Tehát azért kérnek tőlünk állatokat, elsődleges típusokat is, hogy összetudják külföldi kutatók hasonlítani az ő birtokukban lévő állattal. És ez az a probléma, amit mármint, hogy ne küldjük ki, és a postázás során esetleg ne sérüljenek ezek az állatok, mert ugye rovarokról van szó, itt ebbe a rovardobozba ezek láthatók, itt a típus példányok ilyen piros cetlivel vannak megjelölve, de ezek nagyon-nagyon sérülékenyek, tehát egy rossz mozdulat, akár a csomagolás során, és már is tönkretettük az állatokat, és ugye Murphynek igaza van, tehát itt is mindig azok a bélyegek, azok a testrészek sérülnek, amik az identifikációhoz elengedhetetlenül szükségesek. Tehát a sérülést ugye úgy tudjuk megelőzni, hogyha például jó minőségű fotókat készítünk ezekről az állatokról, és ez az a tény, amit a múzeum vezetősége is már úgy értékel, hogy ez emiatt érdemes létrehozni egy ilyen fotóapparátust a múzeumba. Továbbá nem olyan régen jöttek hozzánk Koreából emberek, ugye említettem, hogy számos országból
tárolunk itt állatokat, vannak koreai típusaink is. Erről készítettek egy könyvet, és itt a mi típus anyagaink, amik eredetileg Koreából származnak, ezeket tartalmazza ez a könyv. Szóval ennek kapcsán is a vezetőség látta, hogy érdemes egy ilyet létrehozni, egy ilyen fotóapparátust, és működik is a dolog. Hát ugye kutatóként mit tudunk tenni, ha megbíznak egy ilyen feladattal, utána olvasunk. Ilyen összefoglaló munkákat keresünk, találtunk is, mint például ezt a könyvecskét, ami számos cikket foglal magába, hogy a biológiai típus példányok digitális fotózása. Ezt egyébként ajánlom mindenkinek, aki ilyesmivel akar foglalkozni, ez egy 2005-ös könyv, ingyenesen letölthető az internetről. Szóval ezek alapján elkezdtük összeállítani egy ilyen fényképezőgéprendszert, ami áll egy ilyen Nikon D5200-as kamerából, harmonika kihúzatból, egy objektívből, tárgymozgató berendezésből, ami egy PZO mikroszkópból kiszerelthető, állítható tárgyasztal. Itt ez azért nagyon hasznos, mert a milliméter tört részét is be tudjuk szépen állítani. Illetve távkioldóból és egy megvilágító részből, vakuból. Mindez egy stabil állványon helyezkedik el. Tehát a fényképezőgép fix, és magát a tárgyat, az állatot mozgatjuk. A nagyobb állatokhoz ezt a Nikon objektívet használjuk, de a kisebb állatokhoz szükségünk van ugye nagyobb nagyításra. Itt első körben hagyományos biológiai mikroszkópból szereltük le az objektíveket, és azokat csatlakoztattuk a harmonika kihúzat elé, de a hagyományos objektívekkel az a probléma, hogy nagyon pici a munkatávolsága, ezért nagyon óvatosan kell bánni a rovarokkal, amikor oda tesszük, hiszen könnyen összetörhetjük őket, és vásároltunk ezt a MiTutuYo objektívet, aminek sokkal nagyobb a munkatávolságra, így már kényelmesen oda tudjuk tenni a példányokat. A tárgymozgatást ugye a fényképezés az úgy működik, hogy optikailag szeleteljük el az állatot, és ezt utána egy programmal egyesítjük. És itt nagyon fontos az, hogy azonos távolságban csináljuk, tehát azonos távolságban mozgassuk a tárgyat, és így készítsük el a fényképeket. Ehhez a mikroszkóp tárgymozgató részéhez egy léptetőmotort szereltünk hozzá, amihez készítettem egy vezérlőegységet, ami a számítógéppel össze tudtam kötni, és be tudtam a gépen állítani, hogy milyen lépés közt, tehát milyen távolságot állítson egy-egy lépésben. Ezt pedig nagyon egyszerűen egy Arduino-val, egy léptetőmotor vezérlővel, illetve egy feszültség átalakítót tartalmazott ez a doboz. Ezt kötöttem össze a számítógéppel. Ez az Arduino, ezt szerintem sok mindenkinek érdemes megismerkedni vele. Ezt arra használtam, hogy régebben nagy problémát okozott, hogy ha programot írok számítógépen, azt csak ott tudom alkalmazni, a külvilágba különböző elektromos eszközöket nem tudok vele vezérelni. Igaz, régebben volt az LPT port, amin keresztül meg lehetett ezt oldani, de hát ki szeretné kockáztatni több százezer forintos számítógépét, hogyha valamit nem jól csinál. Ezért nagyon jó volt, amikor megtaláltam ezt a pici eszközt. Ez egy gyakorlatilag egy mini számítógép, ami önmagában is működik, hogyha áramforrással ellátjuk. Számos kivezetése van, be- és kimeneti portok, analóg, illetve digitális. Azért
jó használni, mert ez egy szabad, szoftveres, nyílt forráskódú elektronikai fejlesztő platform. Számos cég gyárt hozzá hardvert, egyrészt az alaplapokat, amik abban különböznek, hogy mennyi memória van benne, mennyi a kivezetése, illetve Arduino kompatibilis áramköröket. Például olyan Arduino kompatibilis áramkörök vannak, mint hőmérséklet érzékelő, páratartalom érzékelő, és természetesen van olyan is, hogy léptető motorvezérlő, amit ehhez a projekthez használtunk. A képek összerakására ugye számos szoftver áll rendelkezésünkre, ezt a Wikipedia oldaláról töltöttem le, hogy milyen focus stacking szoftverek léteznek. Vannak ingyenesen felhasználhatók, vannak fizetősek, számos lehetőség van, hogy melyiket akarjuk használni. Mi ezt a Zenere stackert használjuk, azért ezt, mert a tudományos cikkekben legtöbbször ezzel a programmal összerakott képekkel találkozunk. Ugye egy ilyen természettudományi múzeumban rengeteg fotó keletkezik, és nagy probléma az, hogy ha elkészítettünk egy képet, akkor tudjunk róla, hogy az olyanunk már van. Mi az állatokhoz számos különféle adatot rendelünk, például, hogy hol fogta, ki fogta, mikor fogta, mi az állat, ki határozta meg az állatot, minek határozta, ki volt a faj leírója, stb. Stb. Egy olyan rendszert állítottam össze, egy MySQL alapú rendszert, ami PHP alatt fut, hogy aki szeretne ilyen képeket készíteni, mivel hogy mi Tamással ketten kezeljük ezt a fénykép berendezést. Szóval aki szeretne ilyen képet készíteni valamilyen állatáról, az belép ide a programba, szépen kitölti az adatokat, amik ugye rajta vannak az állaton, mert mi általában csak olyan állatokat teszünk be el a gyűjteménybe, ahol a gyűjtési adatok megvannak. Ugye sajnos a régebben gyűjtött állatoknál nagyon egyszerűen például csak az ország van megadva, de a napjainkban gyűjtött állatoknál pontos GPS koordináták is megvannak. Tehát ha ezt kitölti a kérvényező, akkor gyakorlatilag metaadatolja is a képet előre, és megérkezik a kérés hozzánk, mi megcsináljuk a fotót, összerakjuk a programmal, megcsináljuk a fotó mellé egy ugyanolyan nevű, csak ugye XML kiterjesztésű fájlba a metaadatokat, ugye SQL adatbázisból tetszőleges formába össze tudjuk állítani, és így módon tároljuk a képeket. Ugye az SQL adatbázis arra is jó, hogy ott keresni tudjunk benne. Az XML fájlok pedig arra jók, hogy a könyvtárunk ezeket a digitális tartalmakat, amik szerintem sokkal sérülékenyebbek, mint a papír alapú fotók, vagy filmek, negatívok, azokat tárolni tudja. És utána jönnek olyan dolgok, mint az utómunkák, hogy bizonyos esetekben kiszedjük a hátteret, kicsit feljavítjuk az állatot, letöröljük róla digitálisan a port. Itt a kollégámmal, Tamással sokat szoktunk vitatkozni, szerintem ez nem fér bele ebbe a dokumentum fotózási dologba, de ő azt mondta, hogy hát azért egy könyv címlapján mégse legyen poros állat. És hát akkor ez egy olyan műfaj, ahol szinte csak az eredmény számít, tehát az így készült képekből már összeállítottunk egy gyászbogár katalógust is, amivel én is szerző vagyok, itt is számos ilyen kép szerepel, és tudományos cikkekhez is szoktuk alkalmazni. Ez egy gömbbogárka,
itt ez az állat. Főleg, ezek főleg külföldi állatok. Itt alul katica bogár látható, óriás bogár, cincér. A bal oldalon rózsabogár, jobb oldalon barkó, ez egy ormányos bogárféle. Tamás nagy kedvenceim, mivel foglalkozik, pattanóbogarak, illetve szúbogarak. Ugye itt az állatnak a különböző részei, az előtor alakja, ami fontos az identifikáció során, illetve van olyan, amikor a ivarszerv, tehát azt kell nézni. Ez is egy pattanóbogár, oldalnézetbe, fölülnézetbe. Ilyenkor a bogár mellé mindig elkészítjük a cédulák fotóját is, hogy meglegyen a későbbiekben. Ez egy laposorú ormányos bogár. Itt nagy nagyításban látható, hogy pikkelyek fedik a testét, és ez adja meg a színét. Ez egy fémdarázs. Ugye nagy kihívás, amikor fotózunk ilyen állatokat, hogyha tükröződnek, akkor ne tükröződjön vissza maga a gép, amivel fotózzuk meg a megvilágító berendezés, a vakú. Ő pedig egy Szent János bogár, egy hím. A Korsós Zoli előadásában egy nőstény volt, az nem lárva volt, ahogy ő mondta, hanem egy kifejlett nőstény, ami röpképtelen, de ez egy hímnek a feje, ami már röpül, röpképes. Ez egy keringő bogár, kisi alulnézetben. Na, és végre egy légy is van. Ez egy kullancslégy. Ez gyakorlatilag egy parazita legyecske, ami szarvasokat, emlős állatokat, illetve madarakat szokott megtámadni. Az imágó is táplálkozik vérrel, illetve a lárvák is. És ezekkel a karmaikkal kapaszkodik meg az állaton. Ez egy ősrovar. Már nem kép van. Itt is jól láthatók a pikkelyek. Az ősi állatok mindig pikkelyesek általában. Nem csak imágókat, hanem bábokat is lehet fotózni ezzel a berendezéssel. Jobb oldalon egy orrszarvú bogár bábja látható, a bal oldalon pedig egy pattanó bogáré. Ezek közül egyik se imágó? Nem. Ugye a fejlődése a rovaroknak úgy van, hogy tojás, lárva, és báb, és imágó. Ezek követik egymást. Igen. Ugye tojásból lárvák kelnek ki. Láthatunk még majd egy imágót? Természetesen. Ő egy hosszú csápú laposbogár baloldal, annak a bábja, jobbra pedig egy fokozottan védett kék pattanó bogárnak a lárvájának a hátulsó vége. Ezek is jó, bal oldalon lárvák, jobb oldalon bábok láthatók. Ez már egy imágó. Kétszárnyúaktól tartozik agromizidé, aknázó legyek, egyik tagja. Itt hát kicsivel több, mint egy milliméter az állathossz, testhossza. Ez egy vízilégy, egy efidrida. Ez nagyjából 2 milliméter hosszú. Ez egy kószalégynek a csápja, a csáp hossza 0,5 milliméter hosszú. Ez egy csípőszúnyog, és annak az ivarszerve, a szúnyog maga 0,5 centiméter hosszú, és itt az ivarszerve itt a potrok végén látható. Ugye ez fontos azért, mert
ez a faj, ez az Aedes cinereus, amit én mutattam ki Magyarországról először, ez nagyon hasonlít az Aedes geminushoz, tehát imágó, külső morfológiailag nem különíthető el, meg kell vizsgálni a hímivarszervet, és csak úgy különíthető el a két faj. Két kép van még hátra. Ez a csípőszúnyog, a hírhet zebraszúnyog vagy tibris szúnyog. Első példánya Magyarországról. Ő pedig a gyötrőszúnyog feje. És köszönöm szépen a figyelmet.